A tabellát tekintve a vendégek voltak az esélyesebbek, viszont idegenben győzni nagyon nehéz az NB1B-ben is. Az első negyedet 10 ponttal nyertik a kék cápák, sőt a második negyedben újabb 4 pontot tett hozzá előnyéhez Siska János együttese. A harmadik negyed elején már 19 pont volt a nyíregyháziak előnye, amikor a Salgótarján elkezdte a felzárkózást. A hazaiak egyre közelebb kerültek ellenfelükhöz, a meccs végéhez közeledve már csak 2 ponttal vezetett a Blue Sharks, amely végül 3 ponttal győzött, sorozatban 5. bajnoki sikerét aratva. Nagyon értékes győzelem volt, tudtuk, hogy nehéz mérkőzés lesz, mert a Salgótarján az életért küzd, tehát az utolsó előtti helyen áll, kiesés ellen hajt. Tudtuk, hogy nagyon keményen fognak védekezni ellenünk. Sajnos ebbe partnerek voltak a játékvezetők is, de az a lényeg, hogy nyertünk, ez volt a legfontosabb számunkra. Jobban tudtunk koncentrálni a végén, az erőlétünk sokkal jobb volt, mint az övéké, illetve, amit a szezon alatt megszereztünk az ilyen mérkőzések kapcsán, mint például az Óbudai Kaszások irengeni meccsen, ott nem tudtunk úgy koncentrálni, rutint szereztünk, és talán ezzel tudtunk most nyerni. A nyíregyháziak irányítója, Busz Iván 20 pontot szerzett és 9 gólpasszt osztott ki a mérkőzésen. Idegenben mindig nagyon nehéz, hál' Istennek a szezon második felében az összes kulcsmeccset eddig be tudtuk húzni idegenbe, Békéscsend, Tiszaújvárosban, Honvéd ellen, és most is. Jól kezdtünk, ez mostanában egyébként jellemző ránk. Jól kezdtünk, de idegenben, pláne Salgótarjánban nem könnyű egész meccsen 20 ponttal vezetni. Én megmondom őszintén, számítottam kisebb hullámvölgyre, ami én nem akarok a játékvezetők tevékenykedésével foglalkozni, de fal problémáink voltak, agresszíven játszott a Salgótarján, és ezt engedték nekik, és a negyedik negyed elején, illetve a harmadik negyed végén kicsi felforgatott csapatokkal kellett pályán lennünk. Ők találtak egy-két szerintem szerencsés 3 pontos, a közönség hangja is megjött, lelkesebben játszottak, de tudtuk kezelni a helyzetet, helyén volt a szívünk és a kezünk is, úgyhogy meg tudtuk tartani az erőnyünket a végén. A forduló további eredményei a következők: Debrecen Tiszaújváros 109-65, Békés Eger 79-66, Mavsz 2 Nagykőrös 72-91, Budapesti Honvéd Hódmezővásárhely 84-68 és Óbudai Kaszások Miskolc 94-101. A tabella élén a Miskolc áll 15 győzelemmel és 4 vereséggel, megelőzve az egy meccsel kevesebbet játszó 14-4-es mutatóval rendelkező Debrecent. A Nyíregyháza Blue Sharks 12 győzelemmel és 6 vereséggel a 4. helyen áll a keleti csoportban.